Kapacitások almadája. Kapcsolódik az a diabetisné. A lémulatos típsó, megfogadják a környezetük, ma menj akadály. Menj már vissza. Na köszönöm. Megszavarhatják a környezetünkben elhelyezkedő emberek nyugalmat. Ebben az esetben nyugodtan meg lehet őket hívni pálinkára, vagy kártőhez. Szóltam medve. Először is sziasztok mindenki, köszönöm, hogy itt lehetek ebben a remek társaságban. Mondtál! Maradjál nyugta, jó van? No, figyelem! Menjél már arra felé, húgyod rá, jó van? Következő! No, a szalonképás hölgy éppen ágyúlik a képen. Elnézést kell kérnünk, de rossz volt a sörnek a felbontása. Hogy neki valamikor volt homloka. Köszönöm. Hát lenne az ott, ha lenne. Tájékoztatja a bundás a nagyfejű gyárkát. A matektana annyian nagyon megvémült a látványtól, hogy oda sem elnézni. A háttérben a vigyogó láma nyugtázza az eseményeket. Még a kis fekete kis módszerű kézbén is rákapna a folyékony üvegre, amit épp a jókedélyű fiatalok fogyasztani készülnek. Ez akkora humorként, azaz humorként összpontosul a jobb oldalon görnyedő lányba, hogy rongvest komplet felkart növet magának. Leértékel csípő. A mellett álló kapek pólójához anyám beint a pirulva. Nyomjad már Afrikát! Lassú vagy, mint a tejfő. Nem, menj már vissza! Egyel vissza, te napszöveges rossz! Na még egyet? Egy darabot, tudod? O-ne! Ja, jó van, nem van. Megálltám! Kiáltott föl a fék alul rabló teli szája. Nem tudom, hol ül, de valahol itt van. Egy napsapot neki ilyen. Hogy a biztos kedvű leány egy kézzel is képes deszkákat ragasztani a plafonra. Eközben egy hajköteggel teli nyers pacalló ki, kecses szoknyája alul. Para!
Szóval mégsem volt ez annyira ízletes, ez a mákos tejbelecsó. Gondolja magába a két táncoló lány, akik emellett nyíltan megtagadják a padlóval való bármiféle további kapcsolat felvételt. Mire a Győri tanárhoz nagyon szeretnék kitolni a nézőket. Szóval, elég voltam a nyomkodásból. Kiáltott fel a Győri tanárhoz a buli végén, miközben tolta ki a részek, büdös diákokat a foglalkoztató komplexumból. Csimpánz íz, amit éhez a nevekőben! Hát ez egy parányi kevés volt, úgyhogy egy parányival nagyobb dobsod a Győri tanár úrnak! Na de, a végén a tanár úr annyira nagyon szerette volna kitolni a részek sereget. A helységből hocsaknak. Közben megmaszírozták, hogy ógyódjon a feszültség, meg a lájstró karkötője. A biztos messze váltanul, hogy jó volt a tanálónak. Aki természetesen életében majdnem kifutott a mögötte látható alagóta. Szóval itt a Kózi Manzi szánszé megmutatni nekünk, hogy mennyi a véges lesz, ha jövőre nem jövőt, jöjtök el. Következő műsor pedig a szokásos. Gyerek meg nem normál! Gyertek el jövőre is! És ha nagyon szeretem, hogy a többi ember, akkor hát ennyi volt, kettő győz a buli!